Kedves Széchenyisták! Amikor ezt a felvételt készítjük, 2021. május 7-én az online oktatás utolsó napját éljük. Közülünk talán senki nem gondolta, hogy ennyire hosszú ideig húzódik az iskolától való távollétünk, és ennyi változást hoz az életünkbe. Mert sok minden történt velünk, tanárokkal és diákokkal egyaránt. Sokan úgy gondolják, hogy nagy kár ért bennünket, az oktatást, a diákokat, én viszont nem vagyok ennyire borúlátó. Úgy gondolom, számos olyan képesség, kompetencia birtokába kerültünk, ami a távollét nélkül nem valósult volna meg. Tanárként például biztosan fényévekkel előbbre járok a digitális technológia használatában, mint az online oktatás előtt. Előtte is láttam persze ezeket az eszközöket, a Teams-ről például már hosszadalmas előadásokat hallgattam, és csodáltam azokat, akik használják. Azt gondoltam, majd én is kipróbálom valamikor, valamelyik osztályommal. Hogy kikkel és mikor? Hát azért annyira ne rohanjunk előre, majd ha lesz rá idő. És szépen maradt minden a tervek szintjén. A járvány aztán bedobott mindannyiunkat a mély vízbe. Kiderült, hogy ti, diákok, jobban tudtok úszni, mint mi, a tévedhetetlen tanárok. Kezdetben sok kollégámmal együtt éreztem kiszolgáltatottságot, és valami furcsa szorongást, hogy számotokra olyan egyértelmű dolgokat képtelen vagyok uralni. Mi az, hogy nem csinálja azt az a vacak rendszer, amit én szeretnék? Hogy lehet, hogy nem tudom ellenőrizni, hogy puskáztok-e a dolgozat alatt? Lehetséges-e, hogy valaki nem tudja bekapcsolni a mikrofonját? Hogy lehet, hogy míg én prezentálok, valaki az osztályban a háttérben szórakoztatja a többieket? Miért nem akarják egyesek bekapcsolni a kamerát? És miért akarnak mások állandóan bekapcsolt kamerával szerepelni? Szóval az első hetek azért megizzasztottak, de aztán annyi új, pozitív élménnyel gazdagított ez az új munkamód, amit talán kár lett volna kihagyni. Például azt, hogy mennyire közel kerültünk egymáshoz. Mert bár fizikailag soha nem voltunk ilyen messze embertársainktól, a technika csodájának köszönhetően beengedtük egymást a privát életterünkbe. Amíg én órát tartottam, beengedtelek benneteket az otthonomba. Láthattátok időnként a kamerám hatósugarába tévedt családtagjaimat, a laptopomra váratlanul felugró macskámat, sőt, előfordult, hogy egy pillanatra meg kellett szakítanom az órát, mert elkészült a sütőben a sütemény. De ezek mind emberi, természetes dolgok voltak. Mint ahogy én is hallottam sokszor a családtagjaitok hangját, a nevetést, vagy épp egy nemrég született kisbaba sírását. Az év egyik legvidámabb pillanata volt, amikor az egyik cserediákunk, Kiara öccse jelentkezett be irodalomórára. Az történt ugyanis, hogy a laptopot bekapcsolva találta az íróasztalon, a helyzetet kihasználva kamerát és mikrofont kapcsolt, és egy 9 éves minden gátlástalanságával mutatta meg a szobáját. Ki tudja, mi mindent mutatott volna még meg, ha a Kiara nem veszi észre a turpisságot. Sokszor eszembe jutott az is, hogy talán a szüleitek, testvéreitek is belehallgatnak a tanórákba, hiszen néha én is megtettem ezt a saját gyerekeim esetében. Tulajdonképpen egy egész éves nyílt napot tartottunk, hiszen bárki bekíváncsiskodhatott az óráinkra. Remélem, hogy ilyen módon is sokan meggyőződhettek arról, hogy jó kezekben vagytok. Végezetül pedig ahhoz a sok valós előrejelzéshez szeretnék néhány gondolatot fűzni, ami ilyen-olyan fórumokon felmerült. Hogy mi lesz ezzel a nemzedékkel? Vajon tudatlan és antiszociális generáció fog kikerülni a mai középiskolásokból, általános iskolásokból? Én biztos vagyok abban, hogy ez nem így van. Mert lehet ugyan, hogy sok lexikális ismeretet nem tudtunk olyan hatékonysággal bevasalni rajtatok, ahogy szerettünk volna, de sok olyan kompetenciát szereztetek, ami talán ennél is fontosabb. Megtanultátok beosztani az időtöket, a saját bőrötökön éreztétek azt, hogy milyen kicsúszni a határidőkből. Milyen az, amikor annyira összetorlódnak a feladatok, hogy szinte képtelenségbe hozni a lemaradást.
és jó esetben stratégiát is kidolgoztatok ennek elkerülésére, ki ilyet, ki olyat. Aztán ott van a kommunikáció kérdése. Annyi üzenetet kellett küldenetek, annyi mindent kellett megfogalmaznotok elfogadható stílusban, annyi számonkérést kellett fogalmazásként megoldanotok, hogy biztos vagyok benne, hogy ez is sok tanulsággal járt. És sokaknak az is jelentős előrelépés volt, hogy bármennyire irtóztak tőle, be kellett kapcsolniuk a mikrofont, és beszélniük kellett akkor is, ha ez megrémítette őket. Szóval bátorságot is kellett meríteni sokaknak, ami talán a felnőtté válásban is segítette őket. Aztán mindannyian tanultunk türelmet, elfogadást, empátiát és sok önállóságot. És ami a legfontosabb üzenet számomra, a Széchenyi diákjai és tanárai összetartó közösségként megmutatták, hogy a szándék és a tehetség a legnagyobb akadályokat is elgördíti az utunkból.